Az országnak működnie kell úgy, hogy közben fegyelmezetten, a szabályokat betartva védekezünk, ezért szeptember 21-től lépnek életbe az újabb, már bejelentett védelmi intézkedések. Mai naptól kötelező a megfelelő maszkviselés már nem csak a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben, hanem a bevásárlóközpontok, mozik, színházak, múzeumok, könyvtárak közösség által látogatott területén, valamint egészségügyi és szociális intézményekben, közszolgálati és postai ügyfélszolgálatokon is. A megfelelő maszkviselet azt jelenti, hogy a masznak el kell fedni a száját és az orrot is. Fontos változás az is, hogy valóban maszkot kell viselni, nem elég például sállal vagy kendővel eltakarni a szájat. Ugyancsak hétfőtől lép életbe PCR tesztek hatósági ára, valamint a zenés-táncos rendezvények, a vendéglátó üzletek és szórakozóhelyek esetében a 23 órás nyitvatartási korlát. Természetesen továbbra is fennmarad az 500 fő feletti rendezvények tilalma. Kormány döntése értelmében október 1-től életkortól függetlenül bárki igényelheti ingyenesen az influenza elleni védőoltást. A maszkviselési kötelezettség be nem tartása szigorú szankciókkal fog járni. A tömegközlekedési eszközről leszállítható lesz az, aki nem visel maszkot, és emellett akár 50 000 forintra lesz bírságolható. Még szigorúbb lehet a büntetés, ha az illető együttműködése hiányában megzavarja a közösségi közlekedést, ez esetben ellene rendőri intézkedést is lehet kezdeményezni, és elzárással is büntethető. A maszkviselési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok az üzletek, a mozik és a bevásárlóközpontok esetében a kereskedelmi hatóság, minden más helyen a kormányhivatal, a rendőrség pedig bármely helyszínen ellenőrizheti. A maszkviselés betartása az üzletek, bevásárlóközpontok, mozik üzemeltetőinek felelőssége is. Ha az üzemeltető azt észleli, hogy valaki nem hord maszkot, akkor a jogsértő szemét a maszkviselésre felszólíthatja, ha az illető ennek ellenére sem vesz fel maszkot, akkor távozásra kell felszólítani, és a kiszolgálás is megtagadható tőle. Az üzemeltető csak akkor büntethető, ha semmit nem tesz a jogsértés ellen. Ez esetben a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján több fokozatban szankciót szabhat ki az üzletre is. Első alkalommal figyelmeztetést alkalmaz. Második alkalommal 100 000 forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szab ki. Harmadik alkalommal az üzletet, illetve a helységet legalább 3 napra, legfeljebb 1 év időtartalma ideiglenesen bezárathatja.